Deck, szemléletváltás, a siker új pszichológiája. Az összefoglalót készítette és narrája Pece Henrietta Life és Business coach. Az összefoglaló írásos változatát eléred a leírásban szereplő linkem. Benjamin Barber egy kiváló teoretikus egyszer azt mondta. Nem osztom fel a világot a gyengék és erősek, vagy a sikeresek és a sikertelenek között. A világot tanulókra és nem tanulókra osztom. Keroldek, amerikai pszichológus a szemléletváltás című könyvében rámutat arra az alapvető okra, amiért bárből joggal tette ezt a megkülönböztetést. Képzeld el, hogy egy olyan órára mész, amit nagyon szeretsz, és ami igazán fontos számodra. Egy nap a tanár visszaadja a félévi dolgozatodat, és az érdemi egyet-kettes. Ugyanezen a napon hazafelé menet, megtudod, hogy parkolási bírságot kaptál. Felhívod a legjobb barátod, hogy valami vigasztalálj, de hidegen hagyja, amit mondtál. Mit gondolnál? Mit éreznél? Mit tennél? Amikor a szerző ezt a jelenetet bemutatta a tanulmánya résztvevőinek, igen ellentmondásos reakciókat kapott. Majd egyenként összehasonlította ezeket, és észrevett egy mintát. Rájött, hogy az embereket két csoportra oszthatja. Az egyik csoport úgy válaszolt, hogy ők úgy éreznék magukat, mint akit elutasítottak, idiótáknak, veszteseknek éreznék magukat, teljes kudarcnak fognák fel a helyzetet. Értéktelennek és butának érezném magam, mindenki jobb nálam, írta az egyik interjú alany. A csoport több tagja bevallotta, hogy sokszor teljesen abszurd meggyőződéseik vannak, mint például Fent valaki nem kedvel engem, a világ ellenem van, vagy valaki direkt ki akar velem babrálni. És mit tesznek ezek az emberek, hogy jobban érezzék magukat? Semmit. Nem kell neki az ágyból, zenét hallgatnak, panaszkodnak, esetleg alkoholhoz nyúlnak, és ezek még a kevésbé lehangoló reakciók. A másik csoport emberei sem válaszolhattak volna eltérőbben. Igaz, hogy többségük beismerte, hogy ők is lehangoltak és zaklatottak lennének, de azt is hozzátették, hogy sokkal racionálisabban és kevésbé absztrakt módon gondolkodnának. Többet kellene figyelnem az órán, óvatosabbnak kellene lennem, amikor parkolok, és elgondolkoznom azon, hogy vajon a barátomnak rossz napja volt-e írta az egyik résztvevő. Egy másik azt írta, hogy egyből elkezdené kezelni a problémát, elkezden azon gondolkozni, hogy keményebben tanulna a következő vizsgájára, kifizetni a bírságot, és a legjobb barátjával megbeszélni a dolgokat, amikor legközelebb találkoznak. Fontos megjegyezni, hogy a második csoport emberei azt feltételezték, hogy ugyanannyira zaklatottak lennének, mint az első csoport tagjai a feltételezett rossz nap végén. Azonban nem engedték meg, hogy a három szerencsétlen eset miatt általános következtetéseket vonjanak le az életük minőségéről. Ennél is fontosabb, hogy nem tárták szét a karjukat, ehelyett úgy döntöttek, hogy megnézik, mit tudnának tenni, amivel javítanának a helyzeten. A két gondolkodásmód közötti különbség. További kutatások után, dek felfedezte, hogy a két csoport közötti alapvető különbség a gondolkodásmódjuk természetében rellik. Idővel rájött, hogy mindenki egy két csoport valamelyikébe tartozik. Vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy a sikerük a veleszületett adottságon alapszik, és vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy a sikerük a kemény munka, a folyamatos tanulás és a kitartásuk eredménye. Az első csoportba tartozó emberek azt gondolják, hogy az intelligencia nem változik, és fix, őket nevezzük kötött vagy rögzül gondolkodásmóddal rendelkezőknek, a második csoport tagjai intuitívan hisznek az intelligencia változékonyságában, és növekedésorientált szemléletmóddal rendelkeznek. Egyes emberek nyitottak az új dolgokra, a fejlődésre, mások pedig elzárkoznak előle. Ez az egyszerű különbség életünk minden területére kihat. Az emberi kapcsolatainktól az iskolai sikertől kezdve a kudarcokra és az akadályokra adott reakciónkig. Nézzünk meg néhány kategóriát, amiben különbözik a két gondolkodásmód. Tehetség. A rögzült gondolkodásmóddal rendelkező emberek kész termékként tekintenek magukra. Bizonyos adottsággal, tehetséggel lettek megáldva, és az életben az a feladatuk, hogy bebizonyítsák ezt. A növekedési gondolkodásmóddal rendelkező emberek úgy gondolják, hogy a siker a folyamatos tanulás eredménye. A gyengeségeiket ideiglenesnek tekintik, és nem olyan dolognak, amit el kell mások előrejteniük. Helyeslés, elismerés. Mivel a rögzült gondolkodásmódon rendelkező emberek úgy gondolják, hogy a siker arról szól, hogy bebizonyítsuk, hogy okosak, ügyesek, klasszak vagyunk, ezért folyamatosan elismerést keresnek. Azt szeretnék, hogy mások győztesnek lássák őket, ezért könnyen megrendíti őket bármiféle vereség. A növekedési gondolkodásmódon rendelkező embereket sokkal kevésbé érdekli mások véleménye. Úgy tekintenek magukra, mint folyamatban lévő munkára, ezért a helyeslést és az elutasítást egyaránt ideiglenes iránymutatásként értelmezik. Kudarcok A rögzült gondolkodásmóddal rendelkező emberek a kudarcot katasztrófaként, illetve az elutasítás üzeneteként értelmezik. Egyszerűen fogalmazva, nem hisznek abban, hogy tanulhatnak a hibáikból, ehelyett keményen dolgoznak azon, hogy ne kövessék el a kudarcot, vagy ha mégis elkerülhetetlenül bekövetkeznek, akkor jól elrejtsék azt. Ezzel szemben a növekedési gondolkodásmóddal rendelkező emberek a kudarcokat a sikerhez vezető ugródeszkaként tekintik, úgy vélik, hogy a legfontosabb tanulságok a kudarcok közvetlen következményei. Erőfeszítés a fix szemlélet szempontjából az erőfeszítés csak azoknak kell, akik hiányossággal rendelkeznek, a nagy zseniknek nincs rá szükségük a növekedésorientált szemlélettel rendelkezők számára szinte elképzelhetetlen, hogy ha valamit nagyon akarsz, és hiszed, hogy van esélyed elérni, és aztán semmit nem teszel érte. A fix szemlélettel rendelkező emberek számára a lehettem volna egy megnyugtató kifogás. Iskolai siker a fix szemlélettel rendelkező diákok elveszítik az érdeklődésüket egy tantárgy iránt, hogyha rossz jegyet kapnak. Ellenben a növekedésorientált szemlélettel rendelkező diákok számára egy általuk kedvelt tantárgyban kapott rossz érdemjegy kihívást jelent és ösztönző. A Sport Azt gondolnánk, hogy a sport az a terület, ahol biztos, hogy csak az lehet kiváló és élsportoló, aki veleszületett adottsággal és megfelelő alkattal rendelkezik. A valóságban azonban a történelem legnagyobb sportolói nem voltak született tehetségek. Gondoljunk csak Muhammad Alira, ra Maradonára. Az ő esetükben több ezer jobb fizikai adottsággal rendelkező sportoló volt, és mégis ők váltak sztárra a saját területükön. Ennek oka a növekedési gondolkodás módjukban rejlik, ők folyamatosan fejlődni akartak, és a legjobbak lenni, valamint egy-egy kudarc után nem padlót fogtak, hanem még jobban oda tették magukat. Üzleti gondolkodásmód és vezetés A fix gondolkodású vezetők, mint általában a fix gondolkodású emberek olyan világban élnek, ahol egyes emberek felsőbbrendűek, mások pedig alsóbbrendűek, írja a szerző. Többször is meg kell erősíteniük, hogy ők a felsőbbrendűek, és a vállalat egyszerűen csak egy platformához. Ennek a stratégiának persze pusztító következménye van, ahelyett, hogy növekednének a fix gondolkodású vezérigazgatók által vezetett cégek ismételten problémákba, pénzügyi válságokba, sőt, csődbe jutnak. A szerző a növekedési gondolkodásmódú vezetőkre is kitér, és a következő példát hozza. Jack Welch 1980-ban úgy került a General Electric élére, hogy beismerte gyengeségeit, és megígérte, hogy javulni fog és tanul a hibáiból. Abban az évben a vállalatot 14 milliárd dollárra értékelték. Amikor 20 évvel később távozott, a General Electric a világ legértékesebb vállalata volt, ő pedig a Fortune magazin szerint korának legjobban csodát, tanulmányozott és utánzott vezérigazgatója. A legfontosabb változás, amit Welch bevezetett, kivonta magát az egyenletből. A vállalat a növekedésről szól, nem az önérvényesítésről, jelentette ki. Megszabadult a brutális főnököktől, és az egyéni zsenialitás helyett a csapatmunkát kezdte eljutalmazni. És ellentétben a fix gondolkodású vezetőkkel leállította az elitizmust, és nyitott volt a párbeszédre. Számos nagy vállalatnál felveszik a legjobb diplomásokat, majd elvárják tőlük, hogy azonnal és tökéletesen teljesítsenek. Ahelyett, hogy a munkahelyen képeznék ki az alkalmazottakat, mély vízbe dobják őket, és szigorúan ellenőrzik, hogy nem követnek -e el hibákat. Aki nem végez azonnal remek munkát, azt kirúgják. Ez fix gondolkodásmódot szül. Ebben a gondolkodásmódú világban a tehetség a király. Természetesen az emberek mindig tehetségesnek akarnak látszani. Azzal, hogy az embereket arra kényszerítik, hogy tényleges teljesítményük helyett a teljesítményük kirakatba helyezésével foglalkozzanak, a munkaadók nem csak magukat fosztják meg a nagyszerű emberektől, hanem fekete-fehér gondolkodásuk másokban is fixált gondolkodásmódot alakít ki. Mivel a jelentkezők eleve azt feltételezik, hogy mindig jónak vagy rossznak ítélik meg őket, a munkáltatók viselkedése önbeteljesítő jóslatá válik. Ennek eredményeképpen a legtöbb alkalmazott azzal tölti az idejét, hogy próbál nem hülyének látszani, ahelyett, hogy produktívan dolgozna, hogy vezetőik ne bélyegezzék meg őket. Párkapcsolat Nem meglepő, hogy a rögzült gondolkodásmód még a legerősebb barátságokat és kapcsolatokat is tönkreteheti. A megrekedt szemléletmód biztosítja a párkapcsolati szenvedést, sőt a katasztrófát, mondta egyszer egy párkapcsolati szakértő. Ez azért különösen aggasztó, mert szerint a férfiak és a nők többsége rögzült világnézettel rendelkezik, amikor a romantikus kapcsolatról van szó. A szinglik többsége egyetért abban, hogy a megfelelő partner megtalálása kulcsfontosságú a sikeres romantikus kapcsolatokhoz. Sokan úgy gondolják, hogy ha egyszer megtalálták az igazit, akkor a kapcsolatuk zökkenőmentesen fog működni, és szilárd alapot nyújt majd az életük hátra lévő részére. Továbbá gyakran hiszik azt is, hogy a megfelelő partner pontosan olyannak fogadja el őket, amilyenek, és hogy ez a boldogság elengedhetetlen feltétel a párkapcsolatban. Bár természetes és egészséges, hogyha valaki azt szeretné, hogy szeressék és elfogadják, a kizárólag erre a célra való összpontosítás káros lehet az interpersonális kapcsolatokra. A szakértő szerint egy kapcsolat akkor van halálra ítélve, hogyha az egyik fél statikus marad, még a másik a fejlődésre törekszik. A rögzült gondolkodásmód másik eredménye az a meggyőződés, hogy a partnerünknek telepatikus készségekkel kell rendelkeznie. Ez félreértésekhez és partnereink személyiségének igazságtalan hibáztatásához vezet. A barátságoknak is árt, hogyha a rögzült szemlélettel rendelkező emberek egészségtelen rivalizálást táplálnak. Mire figyeljünk? Első lecke. Ha növekedési gondolkodás rendelkezel, válasz olyan társat, aki hasonlóan gondolkodik és cselekszik, mint te. Ha nem így teszel, akkor olyas valakivel próbálsz majd kapcsolatot ápolni, aki nem hiszi, hogy képes vagy képes lesz a kérésedhez szükséges változásokat végrehajtani. Ha megrekedtél a szokásaidban, és szükséged van egy emlékeztetőre, hogy a hosszú távú kapcsolatokhoz mindkét fél részéről adok kapok szükséges, akkor gondolját a következőt. Ha hosszú távú partnert akarsz, meg kell tanulnod elfogadni a változásokat. Második lecke. A növekedési gondolkodásmód leginkább a tanulási rend erős, őszinte vágyból fakad. Ha nehéz matematikai feladatokat adsz a gyerekeknek, akkor szívesen dolgoznak rajtuk, és több hasonló feladatot szeretnének megoldani. Ez a növekedési gondolkodásmód dióhéjban. A gyerekek vágya, hogy több és nehezebb kihívással nézzenek szembe, nem feltétlenül abból fakad, hogy jobb jegyeket akarnak. Ehelyett inkább abból az elégedettségből fakad, amit akkor éreznek, ha minél jobban megerőltethetik magukat. Elfogadják, a gyakorlat teszi a mester mantrát. Harmadik lecke, mindannyian növekedési gondolkodásmóddal születünk, és ezt bármikor újra megtanulhatjuk. Meglepő módon mindannyian növekedési gondolkodásmóddal születünk. A csecsemők nem is mennek határokat, mindent meg akarnak tanulni. Azonban egy-három éves kor között már meghatározható valamelyik gondolkodásmód. A növekedés gondolkodásmóddal rendelkező babák hajlamosak arra, hogy megpróbáljanak segíteni más síró babákon, még a fix gondolkodásmóddal rendelkező babákat ez zavarja és idegesíti. A gondolkodásmód megváltoztatása. A szerző kutatásai szerint lehetséges a korlátozó fix gondolkodásmódról egy alkalmazkodóbb növekedési gondolkodásmódra váltani. Itt vannak a főbb tanácsai. Az első lépés a változás felismerése. Tanul meg észrevenni, hogy mikor alkalmazod a fix gondolkodásmódot az életed különböző területein. Beszélj magaddal pozitívan. Figyelj oda a belső párbeszédre, és igyekez pozitív, fejlődésorientált mondatokkal kommunikálni önmagaddal. Például, hogyha kihívással szembesülsz, ne azt mondd magadnak, hogy nem vagy rá képes, hanem inkább azon gondolkodj, hogy ez egy lehetőség a tanulásra és a fejlődésre. Dicsérd a folyamatot, ne csak az eredményt. Amikor sikeres vagy, vagy kudarcot vallasz, ne csak az eredményre koncentrálj. Ismerd el és dicsérd meg az erőfeszítéseket, a kitartást és a tanulási folyamatot. Tekintsd a kudarcokat tanulási lehetőségként. Tanulj azokból, és használd fel őket a fejlődésed érdekében. Keres új kihívásokat. A növekedési gondolkodásmód az új kihívásokban látja a fejlődés lehetőségét. Légy nyitott azokra a területekre, amelyeken még fejlődnöd kell. Vedd körül magad olyan emberekkel, akik támogatják a növekedési gondolkodásmódot. Olyan közösségekbe kapcsolódj be, ahol az emberek ösztönzik egymást a tanulásra és a fejlődésre. Az új perspektívára való ráhangolódás érdekében kezdj el úgy reagálni a fix gondolkodásmódot hangjára, minthogyha már növekedési gondolkodásmóddal rendelkeznél. Például. Ezt nem tudod megcsinálni, egyszerűen nem vagy elég tehetséges. Hiszem, hogy gyakorlással ezt is el tudom sajátítani. Mi van, ha nem sikerül? Kudarcot fogsz vallani, hogyha megpróbálod. A legtöbb sikeres ember kudarcot vall az út során. Amelyik hangnak nagyobb hangsúlyt adsz, az fogja hosszú távon alakítani a döntéseidet és a gondolkodásmódodat. Végső összefoglaló A könyv azt mutatja be, hogy a szemléletmódunknak milyen hatása van a sikerre az élet különböző területein, beleértve az oktatás, munkát és személyes kapcsolatokat de rávilágít arra, hogy a növekedési szemléletmód elfogadása és kialakítása segíthet abban, hogy rugalmasabban kezeljük a kihívásokat és jobban kihasználjuk a tanulási lehetőségeket. A hozzáállásunk és szemléletmódunk alakítható, ezért ne címkész fel magad. Mindig tekints magadat egy folyamatban lévő munkának, és engedd meg magadnak, hogy fejlődj. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Remélem értékesnek és tanulságosnak találtad a hallottakat. Ha érdekelnek hasonló tartalmak, iratkozz fel a csatornámra, vagy látogass el a leírásban belinkelt weboldalamra.